Ilyen képzésen még nem voltam. Semmihez nem hasonlítható. Majdnem mind úgy jöttünk szerintem, hogy üzleti képzésre jöttünk. Aztán itt megélni tanulunk, hogyan kell boldogan élni. Teljesen gyakorlatorientált. Ezt hány ember gondolja, az annyiféle kategória lehet, tehát ezt igazából nem kategorizálnám. Azt hiszem, ezt nem lehet kategóriába sorolni. Nehéz besorolni, mert hasonlóan még nem találkoztam. Nem tudom kategorizálni. Nem tudom kategorizálni, nem lehet beskatujázni. Nem tudnám bekategorizálni. Egyáltalán. Nincs olyan kategória. Erre nem tudok válaszolni. Egy nagyon fura hibrid kategóriát mondok, egy realista szemléletű spirituális ébredés kategória. Nagyon átfogó, különböző érdeklődésű embereknek is lehet ajánlani. Komplex képességfejlesztő tréning. Komplex képzésnek mondanám. Komplex rendszerbe sorolnám. Én egy nagyon komplex kategóriába sorolnám. Ez egy nagyon komplex képzés. Spirituális is, üzleti is. Nem találtam sehol ilyen komplexet. Mindent felölel a képzés, úgyhogy ezért a legjobb kategória. Felső kategória. Felső kategóriás iskola. Abszolút prémium minőségű. Csúcs kategória. Az inspirált, hogy spirituális, illetve önfejlesztés terén miként tudok előrelépni. Ez egy önfejlesztő képzés. Önfejlesztő. Önfejlesztés. Önfejlesztő, de nagyon erősen. Nagyon hasznos megélés és megtapasztalás mindenki számára. Spirituális önfejlesztés. Egy nagyon erős életút támogató folyamat. Általános személyiségfejlesztés is. Szerintem ebben minden van. Ez összetett, tehát ezt nem lehet szerintem egy kategóriába sorolni, tehát itt tudásra szerteszek, gyakorlatra szerteszek, spiritualitásra, de akár szaktudásra is. Részben én mondhatom, hogy ez egy minimálisan spirituális, abszolút nem túltolva. Üzleti jelleggel jöttem ide, de közben rájöttem a spirituális is. Spirituális üzletképzés. Az üzleti fejlődést is nagy mértékben segíti. Üzleti kategóriába. Az önismeret és aki szeretné a pénzügyeit fejleszteni, azoknak is. Üzleti aspektusból vagyok itt, tehát én ezt igyekszem kiragadni, úgyhogy nekem ez abszolút üzleti. Nem konkrét ismeretet viszel az ember ezekről a szemináriumokról, hanem azt érti meg, hogy hogyan működik a világ, és hogyan működnek összefüggések a világban. Nem találkoztam még ilyenne. Én ezt egy ilyen külön oktatási kategóriába raknám. Nem hétköznapi. Hiánypótló. Tehát egy abszolút egyedi. Készen kapunk mindent. Szabad szellemű képzésként tekintek én rá, és úgy is élem meg. Elkerülhetetlen, hogy ez az életünkbe is átmenjen.